A tűzmadár. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s a szegény embernek három fia. Ennek a szegény embernek csak egy kicsi kertje volt, de ebben a kicsi kertben olyan gyönyörű szép rózsák termettek, hogy aki látta, megcsodálta. Volt abban a kertben egyéb virág is, olyan, amelyiknek az illatja 7 mérföldre terjedt, olyan is, hogyha valaki hozzányúlt, megcsendült, s csengett, mint az arancsengő. De nem sok öröme volt a szegény embernek ebben a sok szép, csodálatos virágban, mert éjnek idején berepült egy tűzmadár, akinek a tollas, a szárnya olyan volt, mintha lánggal égett volna. És mire észrevette magát a szegény ember, mire észrevették a fiai, egytől egyig lecsipkedte a virágokat, s vitte, jó Isten tudja merre. Megpróbáltak mindent, hogy valami módon megőrizzék a virágokat. Próbálta a szegény ember, de vagy elaludt, vagy ha nem elaludt, a tűzmadár lánggal égő tolla 1 percre, 2-re elvette a szeme világát. Sem meg nem lőhette, sem meg nem foghatta a madarat. Ugyanígy járt a szegény embernek a 2 legidősebb fia is. Akkor aztán Laci próbált szerencsét, a legkisebb fiú. 1 hétig a szemét le sem hunyta, de a tűzmadár nem jött el, hanem a 7. éjjel egyszerre csak beröppent, s éppen arra a rózsabokorra szállott le, amelyik mellé Laci húzódott meg. Egyik kezével befogta a szemét, a másikkal a madár után kapott, de éppen csak egy toll maradt a kezében, a tűzmadár elrepült. Hát hiába, nem tudják megőrizni a rózsákat. Azt határozzák a legények, hogy elmennek 7 ország ellen, s addig meg sem nyugszanak, míg valahol a tűzmadarat meg nem találják. Mennek, mendegélnek, s a 7. nap rengeteg erdőbe érnek. Rengeteg erdőben egy virágos kertre találnak, ahol éppen olyan szép rózsák voltak, mint az ő kertjükben. A 2 idősebb legény nem állhatta meg, hogy be ne menjen a kertbe. Hiába beszélt Laci, bementek, s egyik bokorról rózsát szakasztottak. Hát, uram teremtőm, abban a pillanatban megnyílik a föld, s kiugrik egy 7 rőfős szakálú ember, megragadja 2 legényt, szót sem szól, s viszi le magával az alsó világba. Laci egyedül maradt. Nem tudta, mit csináljon, merre menjen a bátyja után. Gondolta, majd csak valahol előkerülnek, vagy így, vagy úgy. Ment tovább nagy búsan, s amint megy, mendegél, meglát egy rettentő magas sziklát, s annak a sziklának a hasadékában egy kardot. Oda megy, kihúzza a kardot, s íme abban a pillanatban a kard után kiugrik egy 7 fejű sárkány. No, Lacinak sem kellett több. Neki a sárkánynak, s addig vadalkozik jobbra-balra, előre-hátra, míg a sárkánynak mind a 7 fejét le nem vágta. A sárkánynak úgy ömlött a vére, mint a patak. Laci fogta magát, megmozsakodott a sárkány vérébe, s olyan erős lett, mint egy óriás. Akkor elindult be a szikla hasadékán, de még 2-t sem lépett, jön szörnyű morgással szembe az ezüst medve. Megnézik egymást, összekapnak. Ropogott a csontja mind a kettőnek, de Laci erősebb volt, s úgy vágta földhöz a medvét, hogy nyekkent belé. Azt mondja a medve. Látom, hogy erősebb vagy, te legény. Hadd meg az életemet, bizony nem bánod meg. Kívánj akármit, minden kívánságodat teljesítem. Nem kívánok én egyebet, mondotta Laci, csak vigyél el a tűzmadárhoz. Ölj fel a hátamra, viszlek. Felült Laci a medve hátára. Megiramodott ez a nagy állat, vágtatott a gondolatnál is sebesebben. Egyszerre csak megállt egy kacsalábon forgó gyémántpalota előtt, s mondotta Lacinak. Eredj! Menj fel ebbe a várba, ott van a tűzmadár üvegkalickában. Most alszik a várban mindenki, a király is, a katona is. De úgy nyúj bele a kalickába, hogy a kezed hozzá ne érjen, mert ha megcsendül, fölébrednek az emberek, s nagy bajba kerülhetsz. Fölmegy Laci a palotába, meg is találja az üvegkalickát. Nyitva volt az ajtaja. Bedugja a kezét, de egy kicsit mégis hozzáért, s akkor átcsendült a kalicka, hogy egyszerébe talpon termett az udvarban minden ember. Összeszaladnak az emberek, megfogják Lacit, viszik a király elé, és jelentik, hogy mit akart ez a legény. No, mondta a király, most karóba húzathatnám a fejedet, de nem teszem.
hanem még a tűzmadarat is neked adom, ha elhozod a vaskirály aranysörényű paripáját. Kimegy Laci, felül az ezüst medvére, s mondja neki, mit akar a tűzmadár gazdája. Jól van, mondja a medve, könnyen elhozhatod, ha megfogadod az én szavamat. Annak a paripának mindig hátán az aranynyereg. Azt mondom hát, hogy a nyereghez hozzá ne nyúj, mert ha úgy alusznak, mint a fekete föld, akkor is fölébrednek, olyan nagyot csendül az a nyereg. Még el sem mondta jóformán ezt az ezüst medve, már ott is voltak a vaskirály ajtaj előtt. A legények aludtak mind. Bemegy Laci az istálóba, eloldja a paripát a jászoltól, de amint vezette ki, hogy nem, hozzáért a nyerekhez, s attól akkorát csendült, hogy egyszerébe fölébredtek a kocsisok, tolvajt kiáltottak, megfogták Lacit, vitték a király elé. Azt mondta a király. No te betyár, karóba húzathatnám a fejedet, de nem teszem, hanem azt parancsolom, hogy indulj mindjárt Tündérországba, hozd el onnét a tündér király leányát, aki a palotának éppen az 50. szobájában lakik. Felül Laci az ezüstmedve hátára, elvágtatnak Tündérországba, ottan felmegy a tündér király palotájába. Keresztül megy 49 szobán, egy lelket sem talál. Bemegy az 50. szobába, s hát ottan ül aranylócán a tündér király kisasszony, s amint meglátta Lacit, mindjárt felszökött az aranylócáról, s azt mondotta. Te az enyém, én a tiéd, ásókapas, nagy harang válasszon el minket. Hiszen örült is, búsult is ennek Laci. Egy szóval sem merte mondani, hogy nem magának viszi a tündér király kisasszonyt. Látta a medve Laci nagy szomorúságát, mikor a vas király palotájához értek, s azt mondta neki. Csak hagyjuk kinn a király kisasszonyt, a többit bíz rám. Abban a pillanatban az ezüst medve megrázkódott, s szakasztott olyan tündérlány lett belőle, mint a tündér király kisasszony. Fölment a palotába, Laci meg az aranysörényű paripán elvitte a tündér király kisasszonyt. De még oda sem ért ahhoz a várhoz, ahol a tűzmadár volt, már ott volt az ezüst medve. Ott a vaskirály szeme láttára visszaváltozott medvének, s elnyargalt, mint a sebesszél. Örült Laci, hogy visszakerült az ezüst medve, de most meg az aranysörényű paripát sajnálta a királytól. Szerette volna, ha a paripa is megmarad, s a tűzmadarat is megkapja. Az ezüst medve eltalálta a gondolatát. Megrázkódott, s éppen olyan aranysörényű paripa lett belőle, mint a másik. Az igazi paripa kimaradt a király kisasszonnyal. Laci meg fölvezette az ezüst medvéből lett paripát a királyhoz. Hely, örült a király! Egyszeribe odadta a tűzmadarat kalickástól, mindenestől. De az ezüst medvéből lett paripa csak azt várta, hogy Laci jó messzire nyargaljon a tűzmadárral. Visszaváltozott medvének, s ott hagyta a királyt. Éppen abban az erdőben érte utol Lacit, ahol a bátyjait a hétrőfő szakálú ember levitte az alsó világba. Van-e még szívednek valami kívánsága? Kérdezte a medve. Nincs egyéb édes medvém, csak az az egy. Szabadíts meg a bátyjaimat. Ahogy ezt mondta, az ezüst medve nagyot dobbantott a lábával, megnyílt a föld, s hopp, eltűnt. De még egy óra sem telt belé, kiugrott a föld alól. Ott ült a hátán a két legény. Most már szépen hazamentek. Velük ment az ezüst medve is. Többet el sem eresztették, mintha az édes testvérüket úgy tartották. A tűzmadár többet nem pusztított el a rózsákat, s a drága szép virágokkal tengerkincset szereztek. Olyan gyémánt palotát épített Laci, hogy abban jó szívvel ellakhatott a tündér király leánya. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.